Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Mindig úgy lehet jellemezni ezeket a saláta törvényeket, hogyha a való életből hozunk tapasztalatot, lehet, hogy mulatságosnak tűnik, de mégis elgondolkodtató, hogy a valóságban is úgy kezdődött ez, hogy voltak a boltok polcain jégsaláta, fejes saláta és egyéb zöldségek elérhetők, aztán valaki kereskedelmi gyakorlatból kitalálta, hogy most már mindent belevegyít, és a végén ezt túlzásba is vitték, és már ott tartunk, hogy a kukorica mellé répát, káposztát, céklát, mindent beletesznek egy zacskóba. Összességében azt látjuk, hogy ez a kereskedelmi gyakorlat lehet, hogy kifogásolható, de hogyha jogszabályokról beszélünk, és ennyi minden kerül egy kalapba, és most ezt látjuk, hogy annyi minden, ami a belügyminisztériumnak a portfóliójába tartozik, szinte minden belekerül egy kalapba, az nem biztos, hogy szerencsés, hiszen el fog veszni a fókusza. Például az, hogy az egészségügyi módosításokra koncentráljunk, vagy a határaink védelmére, belbiztonsági kérdésekre, sőt, önmagában a törvényjavaslat neve is félrevezetővé, illetve félrevezető és vitatottá teszi, hogy miről is szól a javaslat. Menjünk sorba, illetve én azt terveztem, hogy végveszem azokat, amelyekben egyetértünk, valamelyikben, amelyik kritikánk van a kormányzattal, és hol van ebben jobbító szándékú javaslatunk, és a jövőre nézve esetleg milyen más módosításokat tudunk javasolni, azokon szeretnék végigmenni. A kiemelt cél, ami szerint az egészségügyi szakdolgozók béremelésének második hullámát a kormány megvalósítja, és ebben egy differenciált emelés, ez egy sávos fizetési rendszert alakít ki. Ez önmagában előremutató, azért a tényért is, vagy azért is, mert régóta váratott magára az, hogy az egészségügyi szakdolgozók béremelkedjen. Egy nagyon komoly elmaradásban van, ezt már többször meghallgattuk, az orvosok béréhez képest folyamatos lemaradás volt, már pedig azt látjuk, hogy magának az egészségügynek a derékhada, a munkának a derejét végzők, azok az egészségügyi szakdolgozók, akik hozzáteszem nem csak, hogy kevés összeget keresnek, kevés pénzt keresnek és túlhajszoltak, hanem nagyon rossz egészségügyi állapotban is vannak. Az ő utánpótlásuk, az egészségügyi szakdolgozói képzés egyébként nagyon nagy krízisben van, talán ez lenne az egyik legfontosabb, amit a kormánynak az elkövetkezendő időben át kellene tekintenie. Sajnos pont az egészségügyi szakdolgozói képzés volt az, ami egy állandó pingpongon ment keresztül a különböző oktatási irányítási, illetve szakképzési rendszeri irányítói feladatok között. Tehát az, hogy valamilyen perspektívát nyújt a minisztérium azzal, hogy jó béreket, vagy egyel tisztességesebb béreket tud kínálni, és egy biztonságosan látható előremeneteli rendszer, az talán egy jó lépés abba az irányba, hogy több embert tud vonzani maga az egészségügyi szakdolgozói munka. Mi mindig megfeledkezünk arról, hogy ezt persze úgy kell igazságosan megvalósítani, hogy ne legyenek lemaradók, kimaradók. Az elmúlt béremeléseknél mindig láttuk, hogy sorra kerültek elő 5-10 ezeres nagyságú csoportok, akik nem részesültek, vagy nem arányosan, nem igazságosan részesültek a béremelésből, amit a kormány szándékozott adni. Sok esetben egyébként el is olvadtak ezek a béremelések. Szóval arra törekedni kell, hogy ez igazságosan és a szakmai egyeztetéseket betartva és azoknak a javaslatait figyelembe véve kerüljön meghatározva, mert egyébként nagyon sokszor frusztrációt okoz ez a fajta béremelés. Ami hasznos szintén, és régóta várt, és szerintem logikus elképzelés és módosítás, hogy a gyógyszerészeknek lehetőséget adnak, hogy ne csak az elmúlt egy évre, hanem az azt megelőző plusz két évre, tehát összességében három évre lehetőségük legyen megnézni a ott lévő, hogy megjelenő betegeknek a gyógyszerelését, segítve őket egyébként a terápiának a hatékonyabbá tételében, hogy milyen gyógyszereket választhatnak, mely gyógyszereket mivel lehet helyettesíteni, hogyha a korábbi beteg életútban látható, hogy nem vált be, de esetleg mégis azt arra módosítaná a gyógyszert a gyógyszerész, akkor ez ne okozzon gondot, ezek most kibogozhatóak, tehát hatékonyabbá válhat a gyógyszerészi gondozásnak ez az eleme. Ami a nem dohányzók védelmével kapcsolatos intézkedések, itt önök mindig a nem dohányzók védelméről beszélnek, szerintem ezen már túl jutottunk, hogy a nem dohányzókat kell védeni, valójában a dohányzókat kell valamilyen módon védeni, vagy meggyőzni, hogy más irányba keressék a saját boldogságukat. Nagyon sokan még, és mondjuk úgy, az ő szemszögből érthető módon dohányoznak a kormánynak. Nem a kereskedelmi jellegű szabályozással kellene ebbe belenyúlnia, hanem eldönteni végre, hogy elindul-e egy olyan úton, és ebben már többször kérdeztem államtitkár úrékat, amit egy svéd modell jelent, amely kiszorítja teljes egészében a dohánytermékeket, és helyette más alternatívákat kínál, vagy elindul az angol modellel, ami például egy teljes tiltást tartalmaz felmenő rendszerben, tehát egy meghatározott életkor után dohányozni nem lehet, tiltott számukra értékesíteni ilyen termékeket nem lehet. Szóval itt a kormánynak az a választási lehetősége van, különösen úgy, hogy a dohányzás még mindig nagyon komoly egészség
egészségügyi terhet jelent az egészségügyi ellátórendszerre, és Magyarországon sajnos kiugróan magas azokkal a dohányzással összefüggő megbetegedéseknek, főként rákos megbetegedés, daganatos megbetegedéseknek az előfordulása és az abból élő halálozás is meglehetősen magas. Szóval, ha el szeretnék indulni ezen az úton, akkor itt a kormánynak azt kell eldöntenie, hogy meddig akar még kereskedelmi szabályozással ebben a dologban lépni, ami úgy tűnik most már hatékonyságát vesztette, tehát nem elég hatékony, a kezdeti egy pár évi felfutás után nem igazolta a belevetett bizalmat, és mikor jön az a pont, amikor szigorúan kell ebben fellépni, és van egyébként arra társadalmi szükség, igény, fogadtatását, többen, akikre itt képviselők nézem, szerintem még most is aktív dohányosok, lehet, hogy ez nekik ilyen furán hangzik, vagy bántóan hangzik, de hogy mérjük fel, hogy van erre társadalmi szükség, össztársadalmi szükség, hogy ezt megszüntessük, vagy valamilyen más rendszerrel menjünk. Ebben, ha valamiben lehetne társadalmi konzultációt tartani, hogy hogyan tudjuk egészségesebben tartani a társadalmunkat, hiszen ennek a terhei, egészségügyi terhei még mindig nagyon komolyak, és önmagában az nagyon szomorú, hogy egy saját maga által választott dolog miatt családok veszítenek el egészséges férfitársainkat, egyébként főként férfitársainkat, akik az életüket a családjukkal tudnák hosszabb távon tölteni. Tudom, hogy ez életstílus kérdés, ebben nem érdemes beleszólni, én magam sem szeretek egyébként beleszólni ebbe, de mint jogalkotónak javaslom, hogy ott viszont érdemes valamilyen módon szabályozást abba az irányba vinni, hogy határozott lépéseket tegyünk, és ne feltétlenül csak kereskedelmi szabályozás legyen, hiszen a nem dohányzók védelme szó kifejezés mögé rejtőzés az minden esetben egy inkább kereskedelmi szabályozást jelentett. A másik, ami talán felkiáltó jel az egészségügyi résszel kapcsolatban, az, hogy mennyi minden gondot okozott ugye a Magyar Orvosi Kamarának a tagságának, illetve a kötelező tagságának a felülvizsgálat, itt az etikai szabályok miatt, most már több mint fél év vagyunk túl ezen a változáson, még mindig gépészkednie kell a kormánynak, és mindig átvezetnie azoknak az etikai szabályoknak az életszerűsítését, amelyet egy tolvonással egyik napra a másikra a kormánypárti többség elvett. Célszerűbb lett volna, hogyha van a Magyar Orvosi Kamara a kötelező tagsága körül vita, azt a vitát úgy lefolytatni, hogy arra időt hagyunk, és hogyha többségi társadalmi igény van, akkor ezeket a szabályokat, etikai szabályok és az abból eredő egyéb eljárási szabályokat addig világosan lehetett volna tisztázni, és nem utólag hónapokkal később kell ismételten belenyúlni már-már elindult, sőt azóta befejezett etikai ügyekben. Ami szintén káros szerintem az a központosítás. A kormány bár apró lépésekkel, de továbbra is a központosítás útján halad az egészségügyben, ahelyett, hogy ezt a helyi közösségekre bíznák a feladat ellátása, a feladat meghatározását. Rossz azt látni, hogy az államtitkárság folyamatosan a központosítás irányába dolgozik. Legutájára ugye ezek a törvényességi felügyeleti jogkörbővítés a kamarai választások lebonyolítása ügyében szintén ebbe az irányba mutat. Belbiztonság, illetve határokkal kapcsolatos kérdés, határvédelmi intézkedések. A Jobbik konzervatívok a törvényes rend pártjánál, a magyar határok védelme vitathatatlanul közös érdekünk és fontos, és kiemelten fontos célunk. Az viszont tényleg igaz, és ezt a többiek elmondták, és nem is akarom túragozni, hogy azt, hogy a polgárőrökkel kívánjuk ezt részben megvalósítani, az nem vezethet sikerre, még a legjobb szándék mellett sem. Az világos, és a Jobbik konzervatívok többször javasolt önöknek, hogy egy önálló, magyar, professzionális határőrségre van szükség, amit még mindig nem később felállítani, hiszen látjuk azokat a közel-keleti folyamatokat, látjuk azokat a közép-afrikai folyamatokat, a száhelővezetnek a problémáit, amely újabb migrációs nyomást jelent Európára, és ez a probléma hatványozottan a magyar határokon jelentkezni fog, tehát egy professzionális, önálló határőrséggel sok mindent lehetne az ügyön lendíteni, és egy professzionális szervezettel a magyar határok védelme könnyebben, így aztán nem kellene alkukat kötni abban, hogy a belbiztonságunkat a rendőrök milyen módon tudják biztosítani egyes településeken, milyen állományi hiány van, a honvédeknek hol a dolguk, és legfőképp, hogy a polgárőrök mennyire vonódnak, vagy mennyire nem vonódhatnak ebbe be. És itt ezért kell megjegyezni, és ez egy rendkívül veszélyes gyakorlat, és az előző törvényjavaslatnak a vitájában elmondtam. Megengedhetetlen luxus, sőt, majdnem, hogy öngyilkosság az, és egy kísérlet arra, hogy a saját rendünket ássuk alá, az, hogy önök embercsempészeket, akiket elítéltek ezért a bűncselekményért, szabadon engednek. És tisztelt képviselőtársaim, elmondom nagyon szívesen megint azt is, hogy nem normális, hogy a veszélyhelyzetre való hivatkozással egyetlen egy személynek a döntésétől teszik függővé, hogy ezeket az embereket, akikről azt mondta még Németh Szilárd is, hogy embercsempész, erőszakos bűnbandák, szóval ezeknek a bűnbandáknak a tagjait,
1300 főt szabadon elengedünk, szimplán azért, mert a büntetés végrehajtás országos parancsnoka így dönt. Nincs ebben az országban lehetőség arra, hogy például az ügyész, aki a büntető eljárásoknak és a végrehajtások szabályainak egy részének a megfelelő alkalmazásáért, legalább a fellebbezésért, legalább a vádkorrekcióért, az állam érdekében és az állam nevében fellépve alkalmas, hogy bele tudjon ebbe szólni. Önök kizárták azt a korrekciós lehetőséget, hogy ha hibázik valaki ebben a kérdésben, őt megakadályozzák a hibázásban. És ennek eredménye az lehet, hogyha az 1300-ból csak 10 van, aki erőszakos, aki tüzeli azokat a bűnbandákat, aki a tálib bandáknak, ahogy önök mondták, segítséget nyújt a szerb oldalon, vagy akár Nyugat-Európából, hiszen szabadon engedték, mert embercsempészetet bár el voltak ítélve, de a reintegrációs őrizet szabálynak a módosulása, amelyet erre megvolt a lehetőség a BVOP országos parancsnokának, most akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Mert önök azok, akik lehetővé tették azt, hogy ezek a személyek a magyar rendel, a határrendjével kapcsolatos bűncselekményeket el tudják követni. Ebből vissza kell fordulni, a magyar büntető jogi igényt, mind végrehajtás, mind eljárás igényt érvényesíteni kell. És abban egyetértünk, hogy ennek a költségét azokon az országokon, ahonnan származnak, vagy amelynek az állampolgárai, be kell tudni valamilyen módon hajtani. Abba az irányba dolgozunk, de nem mondhatunk le a büntető jogi igényünknek az ilyen módon érvényesítéséről, mert borzasztó üzenete van, ráadásul a tűzzel játszunk ezzel kapcsolatban. Az utolsó pedig az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ez inkább gyakorlati hiba, hogy ugye most arról van szó, hogy az elektronikus kapcsolattartásnál, aki erre kötelezettséget vállalt, annak például bírsággal kapcsolatosan már a második kézbesítésnél úgymond beáll a kézbesítési vélelem, tehát kézbesítettnek tekintjük magát azt a bírságot, vagy azt a határozatot, amelyet megkapott. Ez talán azért visszás és nagyon sokszor életszerűtlen is, mert nagyon sokan úgy kényszerülnek bele az elektronikus kapcsolattartásba, és vállalják ezt a kötelezettséget, hogy valójában nincsenek tisztában azzal, hogy ez innentől kezdve valamennyi az általuk abban defaultban, tehát alapértelmezetten beigszelt hatóság közül valamennyire egy elektronikus kapcsolattartási kötelezettséget feltételez, hiszen nagyon sokan vagy házvásárlás, bankügyek intézése, vállalkozásügy intézés miatt x-elik be és választják azt, hogy igen, a következő időszakban kapcsolatot kívánnak elektronikusan tartani, és ezt fogják használni a kapcsolattartás módjának, és eszük ágában sincs egyébként az összes ügyükben az elektronikus kapcsolattartást követni, pláne egyébként olyan bírságokban, amelyet a hatóságoktól kapnak. Itt nagyon sokan azzal fognak szembesülni, hogy bár egy-egy ügyükben elektronikus kapcsolattartást választottak volna, de ez valójában majd mindegyik ügyszakra kiterjedően náluk meghatározásra került, és lényegében annak a tudása nélkül fognak egy-egy bírságot magukra vállalni, vagy ennek a kötelezettjei lesznek, hogy tudtak volna róla. Ugye a következő lépés ezzel a problémával az az, hogy ennek a végrehajthatósága adók módjára, illetve más büntetéseknek az átváltoztatására, akár elzárás büntetésre, az viszonylag könnyen és gyorsan bekövetkezik. Így hát akaratán kívül kerülnek sokan, akik akadályoztatva vannak, vagy nem minden nap használják, vagy nem is feltétlenül az elektronikus kapcsolattartást tartják a legfontosabbnak, szóval ők önhibáikon kívül kerülnek ebbe a helyzetbe. Érdemes lenne magának a tárhelynek az átalakításával, vagy a választhatósági funkcióknak az átalakításával, vagy dupla figyelemfelhívással az embereket megkérdezni arról, hogy tényleg úgy kívánják-e a kapcsolatot tartani, hogy ne csak az legyen, hogy vállalkozási célból, vagy más a vagyoni ügyletek céljából meggondolatlanul tett nyilatkozataik miatt lényegében kiterjesztően mindenben elektronikusan kapcsolat tartanak. Ez higgyék el, nem csak az idősebb korosztálynak, hanem még a saját korosztályunknak is problémája. A mai világban annyi elektronikus felületen próbál az ember kapcsolatot tartani, annyi e-mailt kap, annyi dezinformációval találkozik, hogy sokszor nagyon nehéz megtalálni, hogy melyik az igaz, melyik nem. És akkor, amikor különösen komoly joghatása van egy bírságnak, a bírság átváltásának, vagy annak a jogkövetkezményei lényegesen komolyabbak, mint hogyha csak az ember egy el nem olvasott e-mailről beszél. Ebben a kormányt azt javasoljuk, hogy gondolja újra azt, hogy milyen módokat talál, hogy lehet még jobban felhívni az állampolgárokat a tudatos használatára, hiszen nagyon sokszor az elmúlt időszakban inkább önhibáikon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. Összességében megállapítható, hogy vannak a javaslatnak támogatható részei, azonban vannak kifogásolható részei, ezeket módosító javaslatokkal igyekszünk kijavítani. Amennyiben abban közös nevezőre nem jutunk, akkor ezt ilyen formában nagyon nehéz lesz támogatni. Köszönöm szépen!